Ugyan az aktuális röplabda bajnokságok közepén járunk, az új év kapcsán mégiscsak érdemes megállni néhány pillanatra. A közvetlenül a Győr-Moson-Sopron megyei röplabda szövetség égisze alá tartozó egyesületek igen-igen jól teljesítenek. Női vonalon a Győri Dózsa, a Győri Röplabda Klub és az Ikrény is a Dunántúli bajnokságban vitézkedik. Mellettük utánpótlás szinten a Baross Gábor és a Révai Miklós középiskola tanulói is kiemelkednek. A fiúknál az edzőváltáson átesett Széchenyi Ese a negyedik helyen áll az MB2-ben, a Széchenyi és a Jedlik közös csapata pedig második a juniorok között. 2011 lezárult, és ahogy a megye röplabdájáért felelős Farnadi Ernő mondja, egyetlen kívánsága van, a következő se legyen rosszabb az előző évnél. A várostól többet kapott, mint egy egyesületünk, így a Széchenyes Győri Diák Röplabda Klub, a Győri Röplabda Klub, hogy a versenyeken el tudtak indulni, az egy versenyeket meg tudták rendezni, sőt meg felszerelésben is gazdagodtak egy kicsikét. Úgyhogy ha ebben az évben is ugyanannyi pénzt tudnak jutatni, amiben bíznak a röplabdások, akkor megelégedésünkre adhatunk majd számot az év végén. A szokásoknak megfelelően az idei esztendőt is versennyel kezdik a megyei röplabdások. Január végén ugyanis indul a Jedlik Kupa, a Dunántúl legnagyobb utánpótlás versenye.